neve Duna Party. Sziasztok! És én Iskari Jótes vagyok, egy pedig a Bájos segítőim, akikkel vagyok. Katrin a Zeni Magazinnak a főszerkesztő asszonya, Lila pedig törzs beszélgető partnerem a különböző Fantasy Expo-n, illetve a Comic-Con-on. És a mai beszélgetésünk az a Skiffy, az animékben. Amúgy is az utóbbi időben ez egy nagyon jól látható terület volt. Chat internetes keresés megreformálása, meg űrverseny, meg OpenAI által generált képek. Szóval most egy izgalmas dolog, és hogy megnézzük, hogy hogyan is vannak most jelenleg az animékben a Skiffy. Itt lehet látni, hogy műfajonként mennyi van, mennyi készült eddig a különböző típusokban. Cyberpunk, posztapokalipszis, az űr és a mecha tematikában. Mondjad. Itt hozzátennék annyit. Hallatszódom? Pedig. Most hallatszódom? Jó. Most jó. Köszönöm. Igen, annyit tennék hozzá, ahhoz, amit is mondott, hogy magát a diákat azt az Anilist adatbázis alapján készítettük el. Tehát ezek a számok nyilván az alapján lettek megírva, fölírva a diára, hogy az Anilist adatbázisban mennyi található meg az adott műfajnál, mert ennek volt ilyen jobb listázási oldala, ahol több mindent lehetett így kikeresgélni, nem minden, például a My Animalist nem tartalmaz a feltétlen mindegyik specifikusságot, az AniDB meg megint másképp használható. Tehát azért vettük ezt alapul, mert itt nagyon jól lehetett szűrni a közös műfaj találatokra. Most nyilván a Skiffy egy science fiction műfaj, rengeteg sok alműfaj tartalmaz még magába. Azért választottuk ezeket ki, mert ezekből van a legtöbb anime, és ezeknek a metszetei fordulnak a legtöbbször elő, tehát úgy nézzétek itt ezeket az ábrákat. Amúgy megkérdezem, hogy a közönséget, hogy nekik melyik tetszik legjobban, a cyberpunk? Igen, látom, te igen, sehol nem látok egy kezet, ez már rögtön megnyugtató a figurának, aki Ghost in the Shell-es pólóban van. Esetleg valaki jobban szereti inkább a mecha műfaját. Ó, jó, itt már rögtön egyel többen vagyunk, remek. Esetleg valaki az űrben, igen, itt már sokkal, már kétszer annyian vannak, mint ahányan a mechát szeretik, ez nagyon jó. Ez a posztapokaliptikus, ó, hát igen, ez látszik, hogy egy generációt tett tönkre az NGA. Sok az izgalmas, ja, izgalmas téma. Na, haladjunk akkor először a Cyberpunkba. Ugye ez a legismertebb műfaj, legalábbis nyugaton, hiszen itt olyan művek vannak, mint az Akira, Ghost in the Shell, és bár ez a legkisebb számadatilag, de talán ez a legelfogadottabb. Nektek mi a véleményetek róla? Hogy... Hát maga a Cyberpunk, igen, ahogy mondta, több kult címet is kitermelt. A japánoknak az egyik legrájuk jellemző, meg legspecifikusabb műfaja, amiben úgy kiélték igazán önmagukat, akár 80-as évek mangáit nézzük, akár most, hogy úgymond újra föllágolt ez az egész. Például a Cyberpunk játéknak és animének köszönhetően, amivel mindjárt beszélünk, majd még pár szót. És annyit tennék még hozzá, hogy nyilván itt beszélünk ezekről a kult címekről, meg hogy a Skiffy műfaja mennyire népszerű az animék között. Hát most pont azért tartottuk aktuálisnak ezt a témát, mert jött a Cyberpunk, vagy jött az új Trigant anime cím, és így a sok-sok-sok isekai mellett, meg a sok-sok-sok tömeggyártás mellett végre kezdenek kicsit talán visszajönni az ilyen címek is, ami nagyon jó lenne. Tehát sokkal szívesebben néznénk milyen animéket. És Lila pont most nézi a Cyberpunkot. Mit gondolsz róla, hogy mennyire tetszik neked ez, mint új Cyberpunk, annak fényében, hogy láttad a régebbieket is? Hát én a játékkal nem játszottam, úgyhogy arra nincs összehasonlítási alapom, de maga, mint különálló mű, ugye a Cyberpunk Edgerunners, nekem nagyon tetszik, még két rész van hátra, úgyhogy már nem sok, de maga a hangulata,
a pörgőssége, hogy nincs elnyújtva, maga a világkép. Ugye minden posztapokaliptikusban benne van ez a sanyarú világkép, hogy így az emberek annyira kifordulnak magukból, nagyon nagy a különbség az elit és a szegénység között, és valahogy a középút az úgy hiányzik. És hát itt még visszatérve konkrétan az animére, ugye amit kiemelnék, az ugye Davidnek a fejlődése, ami nekem személy szerint nem annyira tetszett. Itt ugye az elején, amikor még megkapta a beültetést, és ugye megmaradt kvázi a többi része embernek, az nekem sokkal jobban tetszett, ugye sokkal közelébb, sokkal emberibb volt, mint amikor már teljesen ilyen implantokkal volt tele, és szinte egy robot lett belőle. Átment, teljesen kiborgva. És István, mondjuk te ezt a címet, ha jól tudom, nem láttad, de nagy Ghost in the Shell rajongó vagy, ahogy a pólód is mutatja. Mit gondolsz arról, hogy újra elővették, vagy sőt, kvázi már megelevenedik itt a közeljövőben egy csomó cyberpunk elem. Milyen így visszatekinteni a Ghost in the Shell-re, vagy így ezekre az új címekre? Igen, talán ez az oka, hogy a cyberpunk az már nem annyira népszerű, mert itt nagyon gyorsan felgyorsult a technológia fejlődése, és ami még pár évvel ezelőtt még sci-fi-nek tűnt, az ma már realitás lett. Szóval megnézzük a 2002-es Ghost in the Shell sorozatokat, és ott azt látjuk, hogy a főhősök azok nyomkodós telefonnal harcolnak. Szóval, hogy és pár év múlva meg már megjelenik az első okos telefon, és így lehet kidobni a kukába. Motoko az vezetékes internettel tárcsázza be magát a világhálóra. Szóval, hogy igen, ez már egy kicsit úgy lejjebb csökkent, vagy hogy mondjam, szóval ez így nagyon gyorsan változik a táj technikailag, és ezért már nem annyira vonzó. Mondjuk a 80-as években pedig hát a Dögivel volt, szóval 86-tól 90-es évek elejéig annyi jött ki negyed évente cyberpunk témában, mint manapság Isekai-ból, szóval, hogy rengeteg ilyen téma. Igen, erről még az jutott eszembe, hogy itt a diákon, ahogy látjátok, minden témának lesz egy külön diája, amit így főleg kiemeltünk, és összeszedtük róla a főbb jellemzőket az adott műfajra, nyilván ez is a teljesség igénye nélkül, és sok itt is a metszet az adott műfajok és címek között, és ezt azért is mondtam, mert a cyberpunknak jellemző ez a közeljövő képe, vagy most már kb. A régiekhez képest benne is élünk ebben a világban, nyilván nem minden valósul meg, de sok minden meg igen, és ezért mondom csak, hogy ilyeneket talán fel is tüntettük a diákon, többször vissza fognak köszönni ezek az elemek. De még mondjunk-e pár címet itt az első diáról, mert körülbelül mindegyik diára ilyen 10 percünk fog jutni, ha jól számoltam. Még kiemelnénk-e róla pár dolgot? Én nem kezdeném, én majd az utolsóról, a kínairól szeretnék egy pár szót mondani, viszont itt van a Psyhopass középen, ami a 10-es éveknek egy nagyon jó cyberpunkja volt. Igen, és ugye a Psyhopunkban pont azt láthatjuk, hogy aki meg akarja dönteni az akkori világot, tehát hogy rendszert, változást akar hozni benne, és az, aki megkapja hozzá a kulcsot, de nem tesz semmit. Ugye Makishima az, aki próbálja megtörni a rendszert, az, hogy milyen módszerekkel teszi ez, az már más kérdés. És ugye Akane, aki konkrétan megkapja a kulcsot, hogy belülről szétrobbantsa a rendszert, ő pedig nem tesz semmit. És hát nyilván mindenki eldönti, hogy melyik út a szimpatikusabb neki, de ez a mű ezért nagyon jó, mert hogy mindkét végletet bemutatja, és mindkét végletet egy fontos szereplőn át mutatja be. Igen, ez végül is egy ilyen majdhogy nem utopisztikus világkép, legalábbis annak indul, de nyilván teljesen be van szabályozva, hiába jönnek boldogan, meg fejletten az emberek, azért mégiscsak a rendszer tartja ezt kordában, meg biztonságban. És akkor persze egy csomó morális kérdést fölvet, hogy ez így jó-e, hogy a gépek így mondják meg róla, hogy na, akkor te most közveszélyes vagy-e, vagy sem, és hogy büntessék, és hát nyilván a főszereplő az a rendszernek a kutyája, és akkor úgy dönt, meg úgy alkalmazkodik, ahogy. István, neked van még így cím, amihez itt hozzátennél ezen a dián, vagy a magához a cyberpunk témához? Nekem csak ugye annyi, hogy Akira volt az első leghíresebb,
88-as alkotás, és ugye ez a klasszikus cyberpunk, szóval romlott világ, és rendszeren kívül fiatalok küzdenek a életben maradásért, vagy az életben létért, és amúgy meg milyennyire önérikus, hogy Katsuhiro ugye a rendezője, aki a mangát is írta, beleírja egyik háttérszövege az, hogy a punk halott. Szóval, hogy ez egy ilyen kicsit megmosolyogtató. És hát az Akira az nagyon rányomja a bélyegét az egész műfajra, és ez egy nagyon nagy hatást gyakorolt. Gondoljunk abba, hogy olyan sorozatokra is tett, mint a South Park, vagy például a Stranger Things-re is hatást gyakorolt maga a műfaj. A Ghost in the Shell az pedig mind látványvilágában visszaköszön például a Matrixra, amiből aztán majd később készítenek anime is, illetve abból lett ugye live action film is, az Akirára még várunk, hogy majd Leonardo DiCaprio és Waititi, akik majd megrendezik ezt a csodálatos filmet. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Akkor a kínairól? Igen, egy pár szó erről az utolsóról, a kínai, mi félig egyébként meha, meg nyilván cyberpunk világban játszódik. Ez egy regény adaptáció, és még inkább csak egy ilyen reklámja az eredeti műnek, mert egy pici rövid évad, egy 200, vagy hát sok fejezetes regényhez, egy ilyen 12 vagy 16 részes sorozat, az nem mond annyira sokat. De lényegében itt is távoli jövőben, ez kivételes, hogy itt elemei, mondjuk robotkéz, mesterséges intelligencia, stb. Elemek, a cyberpunk elemek, de ez már egy távoli jövőben játszódós, vagyis hát inkább alternatív jövőben játszódós űrös sci-fi, és nyilván a főszereplő fiúkon van a hangsúly, amit kiemelnék benne, hogy űrkalózós, és ami nekem vicces volt, hogy öltönyben vezetik a mehákat benne, de jó pofa sorozat. Viszont nem hagy annyira mély nyomot, csak örülök, hogy kínaiak is próbálkoznak ilyen animációval, mondjuk 3D CGI-jal, igen. És ez érdekel, hogy mondhatod, hogy a távoli jövőben játszódik, még mindig a szeretett párt vezeti a Kínát. Ez nem, ez teljesen fiktív világ. Tehát nem úgy értem, hogy ez egy alternatív univerzum, majd a később a meháknál, például a Gundamnél, úgyis szóba kerül ez, hogy sok-sok ilyen alternatív univerzum, és ez is egy alternatív idővonal. Igen, és belé. Nem reflektál így a Kínára. Aha. És akkor még ne lépjünk tovább, igen, mert hogy van ott van number a six. Number 6, ami ugye egy BL lépjünk anime, tovább. Tehát hogy a cyberpunk ebben a műfajban is megjelenik, illetve az Eino Kusabi, ami már inkább a yaoi vonal, ez is ebbe a világba sorolható. Ugye a Number 6-nél alapvetően nem arra emlékszünk, hogy hú, milyen volt a világ, meg minden, hanem hogy a két szereplő kapcsolatára, de ugye itt is egy posztapokaliptikus világban játszódik a történet. Ugye Siona fehérhajú srác, ő egy kvázi elitnek mondható, egy jó tanuló, aki találkozik Nezumival, akit befogad, és onnantól kezdve bonyolódnak a dolgok. Alapvetően ugye itt is megvan ez a tipikus hangulat, ez a világkép miatt, a picit nyomasztó, de nem annyira, mint a többi mű, tehát azért ezt nem mondanám rá. Illetve ugye az Akudama Drive is felkerült a diára, aminél szintén nem mondanám el a nyomaszt, tehát szintén nem mondanám a nyomasztó a hangulat, az inkább egy pörgősebb, akciósabb mű. Igen, sok vígjáték elemmel is, annak ellenére, hogy azért mindenki rajta van a keresztabban az animében, de izgalmas egy alternatív japán jövőképet láthatunk az őrült rohanás közben, amit így a szereplők végigvisznek a sztorin. Még esetleg mielőtt tovább lépünk, annyit pár szót, hogy csak a cyberpunkot emeltük ki a punkok közül, nyilván még sokféle punk van, mit tudom én, dieselpunk, steampunk, dieselpunk, így van, igen, steampunk, de hogy most biopunk. Elsősorban a ilyen tudományosabb jövőképpel foglalkozó címeket hoztuk nektek, meg így is, ezek is ismertebbek így az anime körében. De szerintem akkor léphetünk tovább. Még lehet, hogy a vége felé mi tudunk majd a többi punkról beszélgetni. Még a végén a többi témáról is. Ma punkoskodunk. Igen, a második ez a Post App, és most nem a postának az applikációjára gondoltam. És már érintettük is a témát, mert tényleg vannak sok-sok metszete ezeknek a címeknek. De most kifejezetten ezek a posztapokaliptikus címek.
És igen, ugye itt arról szól, hogy a világ elpusztult valamilyen oknál fogva, kitört a harmadik világháború, csak egy ilyen sima világháború, mint az apartheidben, nukleáris holokauszt történt, űrből jött egy aszteroida is elpusztított minket, mint a Mia nevedben, és akkor Wao Shinkai Makoto a nagy sci-fi rendező, vagy éppenségen UFO-k inváziót kellett elszenvednünk. Lényeg, hogy valami impact, és elpusztult szinte az egész emberiség, vagy az emberiség nagy része, vagy a világuk. Igen, és hát hogyha már idegen invázió, akkor 95-ben nem csak a Ghost in the Shell jelent meg, hanem egy meg a sorozat. Tudnátok arról a sorozatról valami érdemlegeset mondani? Melyiket? Kis kritikus. Igen, hát az NGA pont megragadja ezeket az impaktokat, ezeket a témákat. Nyilván ott is, hát a posztapokaliptikus világ után azért már ott egy katonailag, tehát egy háborúra berendezkedett, fejlettebb emberiséget láthatunk, akik úgy viszonylag úgy hétköznapiban élnek hasonlóan, mint mi, tehát ilyen alternatív történelemszerű, de nyilván ott végig, ott is a háborún és ezen a meha fókuszon van a hangsúly, meg hát a főszereplőn Shinjin. Az ő káváriáján szerencsétlennek, hogy használják ki, és nyilván sokan ezért se szeretik őt, mint főszereplőt, mert úgy érzik, hogy ő annyit szenved, meg annyira szerencsétlen, de valójában meg annyira reális az a sok szenvedés és dráma, aminek az a gyerek, meg a társai ki vannak téve, az apja a hülyeség által. Igen, mert hát mindenki gondoljon bele, ekkora teherrel, hogy nem szenvednétek, tehát ráadásul ugye mindig az apja figyelmét akarja megnyerni, ami meg nem jön össze, tehát lelkileg is sérült, baromi nagy teher van rajta, tehát így nem lehet boldog az ember, meg... Igen, úgyhogy az NGA tényleg egy kult cím, meg az End of Eva egy nős, még ismertebb lezárás, de ezt is elővették ismét a japánok, jellemző így erre a műfajra, hogy vagy nehezen alkotnak valamilyen új címet, és akkor adaptálnak egy népszerű mangát, novelt, stb. Regényt, és akkor, de az már nem lesz annyira klasszikus mostanság, vagy hát majd ki tudja, majd az idő eldönti, hogy a mostani új címek klasszikusak lesznek-e, vagy előveszik a régieket, mint például az NG-t, és készítettek belőle ugye az alternatív új mozifilmeket, az új elgondolásokat, amikor biztosra akarnak menni, és a régi fanoknak is szólni, meg az új fanoknak is szólni egy-egy ilyen címmel, és erre például az NG-je tökéletes volt. De ne csak ezt emeljük ki, ha már így felhoztad. Kedvenc posztapokaliptikus István? Én egy ilyen négyest emelnék ki, akik úgy talán nagyon közel állnak egymáshoz, ha nem is megvalósítást érem mindenfajta képen. Ez a Lane, Ergo, Proxy és Technolize. Ezeknek így, aki tudom, hogy ismerőse ezek a címek, hogy ezek 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig készült ez a három sorozat. Nincs egymáshoz közük, de nagyon hasonlóak, hogy nagyon sötét tónusú, nagyon sötét mondani valóval, és nagyon sokan megterhelve, soha nem hallott filozófusok, soha nem hallott gondolataival haladnak előre, nagyon lassan. Szóval lehet, hogy ez már talán a mai közönségnek egy kicsit túl lassú, hogy lemegy egy úgy a textualizóval egyrészt, hogy nincs benne értelmezhető párbeszéd, és hát a új Batman film ehhez képest egy szivárványban pompázó film volt. Igazából, ami nagyon meg tud fogni ezekben a címekben, tényleg ezeknek a 90-es években gyakori, sűrű használt, sötét hangulat, annyira beszippant, annyira jól kezelték akkor akár a rajzolást, akár az animációt, akár ezt a lassúságot, az aláfestő zenéket, hogy olyan hangulatot teremt, amit a mostani animék nem, vagy nyilván most már nem az a divat. Igen, meg ugye, tehát hogy egyedi a hangulata mindnek. Van egy ilyen tipikus elem, de mindre valahogy, ha rágondolsz, olyan más, és manapság már olyan nehéz olyan animéket találni, aminél ezt érzed, hogy hú, hogy... Depresszív, igen. Hatásos, nyilván. Mély mondani való, vagy épp annyira fennkölt, szimbolikus az egész. Tehát, hogy manapság már annyira leegyszerűsítik az egészet, ugye az isekai térnyerésével,
ahol kb. Tehát ugye nem kell, jó persze ott is vannak komolyabb művek, amikor egy kicsit átmegyünk már dárkosba, meg mélyebb mondani valóra, de alapvetően nem ez a jellemző. Tehát, nem. Hogy valahogy régen a japánokban benne volt ez, hogy valahogy ilyen depresszívebbek voltak, manapság meg nem. Igen, mondjuk érdekes, hogy pont a István által emlegetett címek hozták be ezt a hangulat emlékezetet most nekem, mert viszont az Ergo Proxy is, meg a Technolize is olyan, amit azért szenvedős végignézni. Tehát az Ergo-t azt mi nem is nagyon kedveljük emiatt, más hasonló címeket abból az érából igen. A Texnek meg igazából a vége az igazán ütős, de odáig egy kicsit kávárja eljutni. Nekem csak annyit jutott eszembe, hogy a Skiffinek vannak Ergo Proxy szintű alkotásai, de az Isekaiból én nem tudok olyat mondani, amit így az ember végignézne, és akkor legszívesebben három napig bebújna az ágy alá, és ki se jönne, hogy mennyire lehozza az életről. Láttuk. De igen. Szóval ott hiányzik. Ott leginkább avval foglalkoznak, hogy átmentem egy másik világban, és nálam van a mobiltelefonom. Wow. Majd később itt is lesz metszett, itt is előkerül, majd Isekai cím. Csak egy kérdés, nekem is van azért, hogy mondj csak Kata neked, melyik a kedvenc kataklizmát feldolgozó filmed? Kataklizmát. Most így ránézek itt a diákra, milyen címeket válogattunk össze, mert itt én körülbelül mindegyik tetszett nekem, ami itt fönt van, és ami a szívem csücske, de inkább a manga miatt az a Blame, annak a világa, Nietzsche-tomúnak a világábrázolása nagyon megfogott mindig is, és nagyon sajnálom, hogy nem kapott még úgy igazán jó anime adaptációt. És nyilván a Blame-nek ez a filmje, amit a Polygon Pictures csinált, ugyanaz a stúdió, aki a mangakának egy másik művét is adaptálta, a Sidóniát. Ez egy jól sikerült adaptáció végre a Blame-nek, de nem dolgozza fel sem a mangát. Ez is inkább csak egy manga reklám, vagyis egy kis betekintés ebbe a műfajba, amit sajnálok, mert maga pedig zseniális, ahogy így van ez a lepusztult, labirintusszerű, több szintből álló városhalmaz, vagyis hát nem is városhalmaz, ilyen nagy terekkel berakott ilyen fémhalmaz, ahol az emberek bujkálnak, élnek, szenvednek, hogy, vagyis hát megmaradt emberek, itt már itt is már mindenki szinte kiborg, meg android, meg stb. És ugye a rendszerek, ott a robotok, azok így ölik az embereket, és a Killy a főszereplő pedig őket, ezeket a robotokat. Ami még nagyon érdekes volt, ami most fut, tényleg előbb inkább azt hagyom nincsen, meg ez a Tengoku Daimak, jó, ez most fut a szezonban, még nem ért véget az adaptáció, viszont és még a manga is fut, ez is még csak a manga elejét mutatja be, de itt különösen tetszett, hogy két párhuzamos szálon fut a cselekmény, az egyik az, hogy a borítón lévő két főszereplő keresi a lepusztult Japánban egy Heaven nevezetű helyet, meg a másikuk pedig egy embert, és akkor az a lényeg, hogy végig rajtuk keresztül láthatjuk, hogy most milyen ez a impact vagy kataklizma utáni világ, hogy mennyire le van pusztulva ott Japán, mit kezdenek maguk az emberek, hogy élnek, és akkor vannak ezek a Maniter nevű emberevő szörnyek, akik ellen harcolnak, és a másik szám meg az, ahol pedig egy gyerekeket követtünk egy ilyen zárt térbe, zárt szanatóriumszerű térbe, és különleges képességeik vannak, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a két szám majd hogy ér össze, mert nyilván rengeteg utalás van végig a sztoriban, hogy fog összefüggni ez a cselekmény. És talán ez a gyerekes vonal hasonlít egy kicsit a Shin Sekai Yori-ra, amit azt hiszem Lila, te is láttál. Igen, mert mi volt a benyomás? De én nem erről akartam beszélni, de... Nem baj. De igen, ugye a Shin Sekai Yori az... az nekem, az anime, ez egy ilyen... Nem is tudom szavakba önteni, hogy annyira ilyen letaglózó, meg megrázó, meg minden volt egyszerre. Az animében annyira sok minden van, hogy egyébként ajánlom, hogy nézzétek meg, ha készen álltok rá. Mert hát fel kellett dolgozni, amit ott látok. Tehát voltak benne olyan döntések, olyan események, hogy hú. Főleg a vége az igazán ütős. Addig meg egy ilyen skifivel kevert fantasy világ, ott is már egy távoli jövőkép van, és így szeretem is ezt az összvezetet, amikor ezek a úgymond magic, vagyis hát most itt evolúciós fejlődés által jött képességeik az embereknek, így keverednek a tudománnyal, keverednek ezekkel a tudományos közegekkel, és egy nagyon hatásos sztorit, meg egy ilyen zárt világot tárnak elénk.
de melyikről szerettél volna többet beszélni? Ugye a Shumatsu a két lány története, akik barangolnak egy, hát kvázi elhagyatott világban, mert hogy igazából nem nagyon találkoznak senkivel. Na most tudni kell, hogy ezt az animét én úgy néztem, hogy minden nap munkába menet egy részt. És ez annyira jó volt, hogy így néztem, hogy na most mit fognak a lányok csinálni. Hogy amikor vége lett a 12 résznek, akkor hiányzott, hogy jaj, hát most vége. És akkor, tehát hogy maga ez a mű nem annyira nyomasztó, mint a többi. Maga a világkép az, ha belegondolsz, de ugye tök szerethető a karakterük, aranyosak. És akkor így el vannak a világba, próbálnak túlélni, próbálják jól érezni magukat. És mondhatni egy kicsit ilyen slice of life-os ez az anime. Igen, tele van ezekkel végül is a moe elemekkel, de nem estek át a túlsó oldalára, és megjelenik benne azért ennek a világnak így a komolysága is, meg a szenvedéskép is, de nagyon jól árnyalják ezzel a két aranyos cuki lánnyal. Igen, és amiről meg beszélnék, az a Wolf's Rain. Ugye, hát ez is, ezt az animét is nagyon szeretem egyébként. Ennek is van egy annyira jó hangulata, amit nem tud más anime visszaadni. Illetve nekem nagyon tetszett az, hogy beletették ugye ezt a farkas vonalat, hogy ugye át tudnak alakulni farkassá. Ezzel raktak hozzá egy pluszt, de ugye ugyanitt megvan a tragédia, a nyomasztó légkör, minden. Illetve nagyon jó zenéi vannak, ami szintén azért hozzátett az animéhez, mint az OST, mint a opening ending. Van még esetleg? Nem. Én már mindent elmondtam itt, amit szerettem volna. Igen, át tudunk térni az űrre, és az a probléma, hogy ugye a skifit általában két csoportra szokták osztani, van a hard meg a soft skifi. Ugye a hard, ami egy kicsit sokkal inkább tudományos, természettudományból közelíti meg a skifi világát. A soft meg inkább ugye a társadalomra megy, hogy hogyan hat a technológia az emberre, azt vizsgálja. Sajnos lehet, nagyon nehéz lenne ketté választani, nem minden esetben lehet ezt olyan könnyen megtenni. Azért ugye vannak olyanok, amiket könnyű be tudunk lőni, hogy inkább a hard skifi beillik, például a Space Brothers, és inkább a softba, sőt már az űroperába tartozik bele a galaktológ, ami egy... Igen, mert hát nyilván a hardban azért ott realisztikusabb a technikai fejlődés, vagy tehát ez lenne a cél, hogy logikus magyarázatot, alapot találjanak ki nyilván az alkotók neki, hogy mi hogy működik, és ráadásul ez a csak jó dej, amit mondtál, Space Brothers, vagy hasonló anime a Planetes, azok tudományos szempontból, reális, logikus szempontból, a közeljövő szemszögéből mutatják be az űrt, vagy az űrkutatást, vagy az űrös témákat. Ezt igen, és, is, ezt igen és ugye az Uchiha Kyoudai az mondhatni életszerű, tehát hogy ugye ott a NASA-ba akar bekerülni a kis bodros hajó, a másik meg már bent van, és ugye ez az ő napjaikat mutatja meg, a kiképzést, aztán, hogy mi történik. Tehát ez teljesen egy ilyen tudományos alapú, nem elrugaszkodott mű. Igen, hasonló a Planetes is, ahol pedig már ugye nyilván van a Holdon is űrbázis, vagyis hát már ott tart ugye az emberiség, hogy már kint vagyunk jobban, úgymond turistáskodunk is az űrben, és turistáskodunk a Holdra, és közben láthatunk egy olyan űrhajót, vagy egy olyan bázist, ahol a szemétgyűjtéssel, az űrszemétnek a begyűjtésével foglalkoznak a szereplők, a karakterek. Tehát az is teljesen egy ilyen modern jövőfelfogás, nincs benne semmilyen magic, semmi más áltudományos vonal. Nagyon, nagyon tetszetős, vagy ugye a Jupiterre készülnek utána, vagy Jupiterhez utazni. Tehát az űrutazás van keresztben. Egyébként ti melyiket kedvelitek jobban, amikor inkább ilyen nagyon precízen le van minden modellezve, és nagyon valósághű, nagyon realisztikus, vagy inkább az, hogy dobjuk el a hajunkat, és csak élvezzük az űrt, mint a Space Dandy, vagy ilyen teljesen űropera jelleggel, grandiózus csaták, hatalmas távolságok. Én mindenevő vagyok, tehát nekem ez hangulatfüggő, hogy mikor épp melyikhez van kedvem, de a nagyobbik nagyobb kedvenceim azok a fantasy ötvözetekből kerülnek ki, ahol inkább a magic, meg az elrugaszkodás dominál jobban, akár a Terra esetében, ahol ugye különleges képességek vannak, ott is a MOOC,
ugye ők eleve meg vannak bélyegezve azért, mert hogy olyan kinetikus képességekkel rendelkeznek, és maga az űrös sztori, ugye ez egy nagyon régi mangát adaptál, egy 70-es évekbeli mangát, amíg itt a Takemiya Keiko írt és rajzolt, egy nagyon híres mangaka, Voice Lab műfaj egyik nagy alapítója, és elképesztő, hogy hogy vették elő ezt a címet, és hogy akkoriban ez mennyire hangsúlyos, vagy ilyen nagyon jó lenyomata volt az akkori sci-fi elképzeléseknek, és mai napig nagy kedvencem. Ugyanakkor, ami nem tartalmaz magic elemeket, és mégis hatalmas nagy kedvencem, az a Legend of the Galactic Heroes a legszélén, ami hát egy igazi űropera a nagy űrháborúkkal. Abban azt emelném ki elsősorban azon felül, hogy egy jó regény adaptáció, nagyon hosszú és tele van férfiakkal, és maga a hangulata is nagyon, nagyon jó, ahogy így háborúznak, hogy írtuk itt azt hiszem a diára, hogy a fejlettség az katonailag nagyon fejlett, űrhajók, stb. Ennek ellenére akár a logban, akár máshol is előfordul, hogy mondjuk baltával harcolnak egymással az emberek. Ez mindenki nagyon jól tudja, hogy a téridő kontinuumban a legerősebb fegyver az továbbra is a katana, szóval, hogy avval bármennyik űrhajót ketté lehet vágni. Igen, igen. Vagy másik érdekesség, ami még megjelenik benne is, nagyon régies, hogy ugye ilyen az egyik birodalomnak, egyik főszereplő ágnak a karakterei otthon ilyen 19. századi kinézettel, vagy 20. századi kinézetű ruhákat viselnek, és érdekes, hogy ezt mixelik a modern fejlődése, vagy a technikával. A Gangucuo, ugye Monte Cristo grófja, az 5000-es években játszódik, és ott mindenki valamiért a francia forradalom korabeli stílust utánozza és fanolja. Ki tudja miért. Ezek ilyen jó ötvözetek, mégiscsak maradnak egyfajta a Gangucuo esetében, például az eredeti regénynél, amit egy jól ültettek át sci-fibe, hogy azért megtalálják, vagy megtartsák ezeket az elemeit. Lila, te melyiket kedveled jobban, a softot vagy a hardot? Kérdezem így Szent Szeljás pólóban, hogy... Nekem az Uchok Judai az nagyon tetszett, én imádtam azt az animét, nekem jobban tetszik az, amiben nincs harc. Tehát én a túl sok harcot nem szeretem, az ilyen nagy háborúkat, meg minden. Az, ha van ugye plusz tudományos része, az tök jó, mert akkor tanulok vele valami újat. Tehát, hogy nem vagyok annyira képbe így magával az űr dolgokkal, de hogy tök érdekes, amiket itt elmondanak. De ennek ellenére a fantasy részével sincs problémám. Például a Kanata no Astra, azt is nagyon szerettem. Ugye az... ott is kvázi űrutazás van, csak egy kicsit másképp, mert hogy konkrétan igen, kidobják az űrbe a gyerekeket a szülők, tehát, és akkor elkerülnek mindenféle ilyen bolygókra, ott próbálnak ugye túlélni, küzdeni. Próbálnak hazajutni. Igen, igen, tehát hogy ez is maga egy nagyon jó anime volt, nekem ez is nagyon tetszett. A logót én nem láttam, de biztos, hogy nem bírnám, tehát hogy... Az a típus, ami nem annyira az én világom. Tehát alapvetően a harccal nincs bajom, de ha egyfolytában csak háborúznak, akkor én ezt nagyon hamar megunom. A űrnek az egyik leágazása az űrwestern, és ennek a egyik jeles képviselője a Trigun, ami Magyarországon adták ugye tévében is, kiadták DVD-n is, mangája is egy része megjelent, és most... Isten tudja, miért kaptunk egy újabb feldolgozást, mindenki nagy örömére, és megkérdezném, hogy ez így hogy jött be nektek? Jó is lett az az új feldolgozás, azt kell, hogy mondjam. Én azért kezdeném én, mert tudom, hogy Lilla most nemrég nézte meg ő is az új sorozatot, ugye nemrég futott, de a régit én jobban kedvelem, mint te. A réginek én nagyon nagy fanja voltam, akár a mangának, akár az animének, és féltem is nagyon az új adaptációtól, hogy jó ég, ehhez most miért nyúlnak hozzá, miért kell, legalább akkor hűségesen fogja adaptálni a mangát, mert ugye a régi nyilván eltért tőle, mert nem volt még lezárva a manga, amikor annó adaptálta a sorozat, de ettől függetlenül nagyon szeretem, és nagyon meglepődtem, hogy akár ez a 3D animáció, az Orange Studio, amit csinált, az is nagyon jó lehet neki, ha hatalmas jó akciójelenetek vannak benne, baromi jól kidolgozottak, most nyilván a mozgás, meg a karakteráblázásított műanyag, vagy így nem mindenkinek fog tetszeni, de nekem nagyon bejött. A történetkezelés pedig sokkal jobb, mint a régiben, és erről igazán Lilla, te is meg tudsz erősíteni benne.
Igen, én a régit nem szerettem, tehát azért ne verjetek meg, amikor megyek le, de sose szerettem a régi Trigant. De az újat megnéztem, mert nekem a karakter dizájn tetszett nagyon, és igazából kíváncsi voltam, hogy milyen, és rá is jöttem, hogy miért nem tetszett a régi. Ugye az újnak a történetvezetése az célirányos, és az elejétől ugye bevonják a régi dolgokat, a múltat, haladunk előre szépen, nincsen teletömve fillerekkel, plusz dolgokkal. Na most ugye a régi, az tele van olyan momentumokkal, ami engem nem érdekel. Tehát, hogy... epizódikus, több karakter, igen, több tehát ellenség. Alapból az epizódikus dolgokat annyira nem szeretem, de valahogy, tehát hogy a végére jött csak a lényeg, és nekem sokkal jobban bejön az, hogy az elejétől a lényegre koncentrálunk, az okokozatokra, illetve ami még plusz dolog az újjal kapcsolatban, az Vasnak a karaktere. A régiből úgy emlékeztem, hogy ő egy eszméletlen, milyen idióta, lökött pasi, és nem nagyon volt a szívem csücske. Az újban viszont ugye megmaradt ugyanez a pacifista, ember szerető éne, de nem csinálták ennyire ilyen idiótára, hanem sokkal komolyabb, normálisabbra csinálták szerintem. És higgadságot kapott a karakter. Igen, és szerintem ez jó. És ugye az elsőben nagyon sok ilyen poén jelenet van, tehát hogy itt elpoénkodták az egészet. Ugye az új az egy komolyabb hangvételű, mélyebb lett szerintem. Nagyon picit talán dárkosabb is, és nekem ez sokkal jobban bejön. És igazából még az is, hogy hogy igazából csak a végére kaptam meg azt a kinézetet, ami a régi animében ugye végig ott van, és szerintem ez úristen annyira jó volt. Igen, nagyon jó húzás, meg érdekes volt tényleg a végén több húzás is, még annyit hozzáteszek Lila gondolatáihoz, hogy ez nekem is nagyon tetszett, hogy Knives-nak a szála, ugye két testvér a... Vas a két főszereplő, hogyha nem ismerné itt bárki, és a Nice az antagonista, vagy az antihős, inkább antagonista az egészben, és régiben tényleg csak végén kerül elő igazán ez a konfliktusuk. Itt meg már nagyon az elején megkapjuk ezt a dárkos Nice karaktert, és végig hatásvadász, és végig jó hozza a hangulatot. Eltér hangulatban a két sorozat, de ez az újban nagyon működött, és nem volt arra idő, hogy most itt hülyéskedjenek, hanem tényleg komolyan vették itt akár a Plantek sztoriát, akár a bolygónak a helyzetét, ahova ugye az emberiség sajnálatos módon lekerült. Azért megkérdezem a közönséget, inkább a régi, vagy inkább az új Trigant a jobb? De előbb kérdez az egyiket, aztán a másikat. Régi Trigant kifavorizálja. Esetleg ki látta a régi Trigant? Hát nagyon kevesen. És ki látta az újat? Hát nem sok a meccet. Jó, akkor egyezünk meg, hogy a régi a jobb, én nyertem. Aki látta az újat, annak jobban tetszett az új? Nem. Egy embernek. Nagyon okos közönségünk van, mondom én. Na, igen, még mielőtt tovább lépnénk, ugye még van itt egy olyan műfajunk, hogy olyan űrkalózok. Talán a leghíresebb ugye ebből belőle a Leiji Matsumoto által rendezett ugye Captain Herlock, igen, meg Szegről végről a Cowboy Bebop is, hogy ők is ilyen fejvadászkodnak, és próbálják összeszedni a kincseket, amiket úgy találnak. Esetleg valamit, hogy egyikről vagy a másikról... Hát én őszintén bevallom, hogy a Cowboy Bebopra már annyira régen láttam, és annó nem emlékszem. Ennyi maradt meg, szerencsétlen sorozat, pedig az is elvileg sokak szeretik, sokan kult cím, de én annó úgy voltam vele, mikor a tévében néztem, hogy na, hát ez úgy elment, de a Trigant meg a favoritom lett. Úgyhogy én ezt így elfelejtettem, és még az új Netflixes sorozatot, vagy sorozat volt igaz, még azt se pótoltam, pedig egyszer meg kéne, úgyhogy én nem tudok ezt hozzátenni sokat, csupán annyit, hogy számomra egy felejthető cím volt. Igen. Szomorú egyetlen, hogy bárki, hogy el lett kasszálva a Netflixes élőszereplő sorozat? Igen, valahogy erre számítottam. Köszönöm szépen. Jó. Én egyébként nagyon szerettem a Bebopot. Hát akkor hárman közül egyedül vagy. Nekem se volt egy emlékezetes mű. Én annyira emlékszek, amikor beszívtak, és akkor mindenfélét halúztak.
Ennyi. Egyébként az... Photoshop esemény. Igen. Egyébként az az érdekesebb IPA-ban, ez csak egy ilyen kis magyar animatőri, hogy először jött be Magyarországra a film, amihez készült egy szinkron, ami nem egyezik meg a sorozatbeli szinkronnal, csak ez egy ilyen érdekes, hogy az HBO miért gondolhatta azt, hogy van egy 24 részes sorozat, ahhoz készítettek egy filmet, úgy csúmutassuk be, szóval ez... De hát volt ilyen erre példa, hogy a Macrossból is hoztak be VHS-t, meg egyéb más univerzumokból. Utolsó ilyen alműfajkat, amit én felírtam ide, hogy van a planetáris romantika, amikor ilyen bolygóközi szerelem szökken két karakter között. Katarin Dragonból szakértőként erről. Én igazából a Dragon Ball-t azt mondja, a végén az egyebeknél szerettem volna megemlíteni, mert most nyilván majd ott biztosan mondtuk volna, de akkor most mondom, hogy hát a Skiffy, akár csak nyugaton ezek a Marvel képregények, vagy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen képregény, meg Skiffy nyilván, vagy sorozat, film, nyúl ezekből a skifi történetekből, vagy eleve skifi történeteket kreálnak azok az alkotók, és nyilván ez Japánban is megjelenik egy-egy ilyen szuperhős cím formájában, ami legalábbis szuperhős, nyugati szuperhősökre hasonlít, ilyenek például ezek a Mahou Shoujo-k, Sailor Moon, Saint Seiya, vagy a Dragon Ball-nak a Shonen Fight vonala, és ezek is rengeteg skifi elemet tartalmaznak, vagy eleve olyan világban, jövőképpen alternatív világban vannak, ahol megjelenik rendesen sok-sok skifi elem. Igazából itt a romantikára voltam kíváncsi, hogy... Jó, hát akkor így. Most Vegeta és Bulma románcára gondolsz? Hogy... Igen, de akár Gokunak a... Vagy Goku és Chichi, hogy nyilván egy földön kívüli és ember románca. Persze, ez nem ez az egyetlen cím. Goku inkább meghalt, hogy otthon legyen, szóval... Nem. Jó, akkor Goku az csak véletlenül hal meg folyamatosan. Akkor lépjünk tovább. És akkor végül itt van a Mecha, mert most már ugye úgy kell tenni, hogy Mecha, régen Mecha volt, de biztos, hogy nem Mecha volt, mint a teja. Mecha, vagy Mecha, talán. Mecha. Ne. Oké, Mecha. Szóval Mecha, hogy szeretitek ezt a műfajt? Lila esetleg? Én annyira nem. Tehát van egy-kettő, épp például Code Geass-t imádom, de az sem a mechák miatt nyilván, hanem Lulus miatt. Ugye az Engie-t is imádom, de nyilván nem a mechák miatt, hanem Kaboru miatt. A Darling in the Franxx az is tetszett. Igen, tehát alapvetően a mecha művekben nekem a mechák azok ilyen mellékesek. Ott van, jó van, harcolgatnak, minden megvan, de aztán térjünk vissza a többi dologra. Így az újabb címek közül egyébként a Dinozeron volt, amit így néztem. Az mókás volt egyébként, tehát ez ilyen szórakoztató volt. Ugye ami a mecháknál még eszembe jut, hogy sokszor zenés ugye a mű, hogy ott énekelgetnek, tehát hogy ezt így valahogy összekötik, de ez amúgy nem baj, mert hogy itt tök jó. Úgyhogy igazából ennyi. Most így előjáró szóban. Katalin, te tudom, hogy ilyen... Hardcore mekofon vagy, igen, és így. Szóval egyrészt miért rossz, vagy makrosz az jó, vagy jó, vagy... Azt szeretnéd megkérdezni tőlem, hogy miért rosszak a mehák, igaz? Nem, én azt akartam megkérdezni, hogy a Macross jó-e, de... Macross a kedvencem, bevallom. Tehát a Fafner mellett. Most az összes Gundam robot sír. Rajta van a dián, amik ilyen nagyon-nagyon-nagyon neves meha franchise-ok. Elején a Gundam, egy újabb, ez az Orphans-ból a borító, utána a Macross, a Frontier az egyik ilyen legsikeresebb újabb címe. Utána pedig a Fafner, most kicsit ezekről pár szót. Szeretem magát a műfajt. Azt nem mondanám, hogy a régi retro szuperrobotos műfaját is hasonlóan. Szeretem azokból, nagyon keveset láttam, és nem is vagyok annyira így nagy rajongója, de nyilván ezek a Real Robot, ezek a későbbi meha sorozatok sokat merítettek azokból a retro címekből, korábbi címekből, de nagyon örülök, hogy kialakultak ezek a franchise-ok. Ugye a Gundam volt az első ilyen lovas, és a mai napig a Sunrise Studio nagyon önti magából az újabb és újabb Gundam címeket, meg univerzumokat. Ezek több
több világban játszódnak az egyes címek, egymástól függetlenül nézhetők, nyilván vannak összekapcsolódók animék, amiknek megvan a maga univerzuma, de az a rossz egyébként bennük, majd aztán a Macrossra is rátérek, hogy ha egyet láttál, szinte mindet láttad, legalábbis a Gundamre ez nagyon igaz. Ugye a tini főszereplő srác irányítja a mehát, és akkor belekerül a háborúba, és ő lesz a... De miért mindig tinik? Hát, tini, mert egyrészt ugye ez a célközönsége. A Shonen Fight nézők, azok nyilván ugye a tizenéves gyerekek, vagy fiatalok, és nyilván hozzájuk közelebb áll lesz, hogyha gyerek ül vele a mehába, és akkor persze kapunk mindenféle magyarázatot, hogy mert a fiatalok úgy még rugányosak a meha vezetéséhez, meg hát nyilván sokkal drámaibb, ha őket szivatjuk, és nem egy idős embert a vezetésre, egy tapasztalt, igazán kemény katonát, de olyan meha sorozatok is vannak, ahol felnőttek a főszereplők, nekem azoknak különösen tetszenek. De jó tudni, hogyha beülsz egy mehába, egyből tudod vezetni. Igen, bár egy-egy címben nyilván ehhez is, főleg az első Gundamben is különleges képesség kell hozzá, akár ez a New Type vonal. Na de érdekes a Gundam, van egy-egy kiemelkedő cím benne, akár a első retro, akár a Seed, ami úgy kb. újította meg a régit, hogy nagyon sok eleme visszaköszön, de divatosabb lett, szórakoztatóbb lett, hatásvadászabb lett, de vannak különleges címei, akár a Törne, akár a stb. A Macross abban egyedi, hogy sokkal kevesebb címmel bír, mint a Gundam, de egy idővonalon játszódik szinte az egész, és ott jön be a zene, amit Lilla mondott, hogy a Macrossnak ez kulcsfontosságú eleme, hogy zenélnek az űrben, és azzal hatnak az ellenségre. Igazából nekem ez mindig egy ilyen megfejtetetlen rejtve, vagy szóval az egyiknek az a címe, hogy puska kapu, ugye nincsenek kapuk és nincsenek puskák, a másikban pedig... A puskák azért vannak ágyú fegyverek, úgy puskák. Kőpapírolózni is egy Gundam robot, most már azt is tudjuk. A másikban pedig egy légüres térben az énekre alapozzuk a végső fájtot. Nem tudom, hogy ez mennyire bölcs döntés. Vannak ilyen fantázi elemek nyilván, hogy így úgy terjed a hang, de a Macrossban egyébként ezt úgy oldják meg, vagy hát nincs mindig ez kimondva, de úgy, hogy ezeken az adóvevőkön hallják egymásnak, a közös rádióvonalon küldik a zenét, vagy van egy olyan például a Macross 7-ben, hogy belövik a hatalmas nagy hangszórót az ellenségnek az űrhajójába, és úgy énekelnek be nekik. Hát ez pontosan olyan logok, hogy építek egy végítélet fegyvert, amit minden bolygót el tudja pusztítani, de hogyha kap egy pisztolylövést a reaktor, akkor az egész felrobban, és semmi nem védi azt az egy darabjukat. Szóval, ezeknél egyszerűbb sorozatok, nem ezek a mély műfajú skifik a japánoknál, mint ahogy például az elején a cyberpunkot meg a posztapokaliptikusokat kiveséztük. Nyilván van itt is komolyabb téma, mint például a Fafnerben, ami szintén egy ilyen posztapokaliptikus virág, ami egy utopisztikus szigettel indít. Japánoknak ez egy mocskos galát címe, mert a fanokat, aki egyszer megszereti a Fafnert, azokat évadról évadra kínozza drámaian, hogy a szereplők szenvednek, sorban fogynak el, halnak meg, de közben meg van egy gyönyörűen összetett családi, harmonikus hangulata is az egésznek, hogy mindenki mindenkit szeret, mindenki mindenkinek a barátja, egy ilyen nagyon szép életközösségben, vagy ilyen szigetközösségben élnek, akár a fiatalok, az idősek, és annyira családias, jó hangulat az egész, nagyon hamar hozzánődnek a karakterek, és pont ezért rossz látni, hogy na úristen, vajon a következő Fafnerben ki lesz az újabb sorstárs, aki majd eltávozik a háború miatt, az idegen lényekkel való küzdelem miatt a többihez. De aztán ezt is megoldják, hogy valahogy újra lássuk. Szóval sok a magic, sok a happy end a Fafnerben, de mégis mindig tud drámai lenni. A Fafner meg a... Itt a legszélsőbb kép. Szóval, hogy ezek a kettők nagyon hasonló tematikát dolgozik fel, hogy jönnek a nagyon gonosz ufók, egyikben angyaloknak nevezik, a másiknak pedig... És a nagyon gonosz jelzőt azt nem is mondanám. Teljesen az az egyik legérdekesebb, vagy legjobb szerintem ezekben a címekben, hogy sok a szürkeség bennük. Hogy nem fekete-fehér árnyalatok jelennek csak meg, hanem ez a szürke moralitás is azért... Nyilván, akár a festumoknál, vagy akár az angyalok sztoria is érdekes, hogy nem feltétlen, csak a pusztítást emeljük ki benne. Csak annyi merült fel, hogy kb. 10 év van a két cím között, hogy látsz-e valami változást a gondolatiság? Látszik, hogy a Fafner azért nyúlt, vagy hogy mondjam, inspirálódott régebbi címekből.
És ha de már ilyen... teljesen más, vagy nem teljesen más, de más vonalon ment el, meg egy kidolgozottabb univerzumnak gondolom olyan szempontból, hogy mondjuk kicsit sokszor a levegőbe beszél, de megvan a maga logikája, és megvan ez az asszimilálódásra, meg együttélésre való üzenete, hajlama ennek a franchise-nak. És hogyha már itt a színes robotokról van szó, amik hát divat bemutatóra készülnek, a Code Geass, az neked miért tetszett? Hát a Code Geass, hát azért, mert ugye ott van... De van Lajos, oké, hát tudjuk. Hát igen, ott van Lulus, de ő egyszerűen annyira egy brilliáns elme, és minden, tehát hogy amiket csinál, ahogy felépíti a dolgokat, ahogy eléri a célját, baromi izgalmas, érdekes a sztori, tök jól meg van csinálva, jók a karakterek is, bár Suzakut nem szerettem, de egyébként ez annyira érdekes, hogy ugye pont kb. Helyet cseréltek, tehát hogy mindkettő az ellen harcol, ahova tartozik. Alapvetően jók voltak ugye a meghás harcok is, a Code Geass szerintem egy nagyon jó anime egyébként. Jó sok csavar volt benne. De egyébként teljesen mellette szól ez, amit István itt kiemelt, meg gúnyolódik vele, hogy a Clamp milyen bisónen dizájnt... Én semmivel nem gúnyolódok. Hogy milyen bisónen dizájnt kapott. Tehát nyilván ezért ezek a rajzolások sokban befolyásolják, hogy rengeteg női nézője is van ezeknek, és nem csak a háború fan srácok mondjuk. Így van, egyébként Code Geassben tényleg Lajos az sokkal felkészültebb, mint más anime zseni, szóval ő egy lépésben tudná mattolni Lightot úgy, hogy ő kezd a feketével, szóval valóban, nem tudom, esetleg meg lehetne, nem került fel a diára, de talán a Gainax-nek az utolsó nagy alkotása volt a Gurren Lagann, ami... Kicsit jobban haj az a régi szuperrobotos címekre, de nyilván egy parodisztikusan... És én úgy tudom, hogy neked nem annyira jött be a Gurren, pedig hát minden pasi, aki egyszer azt mondta, hogy az a legférfiasabb sorozat. Lehet, hogy ezért, mert túl menni volt, nem hiszem. Maga a sztori. Tehát nekem az... Én nagyon karaktercentrikus vagyok. Ha a karakterkapcsolatok nagyon jól működnek ezekben a sorozatokban, igazából az vesz meg. Az ő sztoriuk, az ő történetük, mindegy a körít is, mindegy a közeg, és igazából a Gurren Lagannban ez történt, hogy nem lettem közel azokhoz a karakterekhez. Nem igazán tudtam megszületni őket, nem lett igazán kedvencem. Szórakoztató volt, fárasztó volt vegyesen, tehát ez nem az én műfajom, vagy nem az én stílusom volt. Pedig egyébként így magának a stúdiónak, vagy később a Triggerbe is ugye sokan dolgoznak, akik a Gainax-nél dolgoztak. Tehát az ő humoruk nekem többnyire be szokott jönni, de itt valahogy nem talált be. Szóval azt mondod, hogy egy karakter, akinek annyi a szókészlete, hogy Aniki, az nem tud elvinni az egész háten egy sorozatot. Hát, nem azt mondom, hogy nem tud elvinni a háten, mert valakinél lehet, hogy igen, de nálam nem. De nálam, jó, hát szerencsére ott van Joko. Na jó, akkor lépjünk egyet tovább. Igen, itt az egyéb... Vegyes itt, felvágott. Itt olyanok vannak, ugye például időutazás, ami egy nagyon kedvelt téma. Gondolhatunk bele az olyan klasszikus időutazásos történetekbe, mint a Inuyasha. Kagome, mert ott röpköd a időben a kútban keresztül. Igen, nyilván sok ilyen időutazásos van, csak most maradjunk a tudományosabb vonalnál. Tudományosabb vonal. És hogyha már a Steins Gate itt van, akkor ez miért is tudományosabb, hogy szóval van egy sorozat, ami arra épül, hogy megmentsünk egy darab karaktert, erre elköltünk több mint 22 részt. De azért valahol nagyon szép, hogy ezek az akihabarai otakuk és zsenik, fiatal zsenik, kitalálnak egy saját mechanizmust arra, legalábbis tök jól ki van találva a visual novelnek, meg a animének is a sztoria, hogy kitaláltak egy technikát arra, technológiát arra, hogy építsenek egy ilyen időgépet, mert hogy küldjenek egy üzenetet vissza a múltba, és hogy ez alapján hogy válik szét több idősíkra a dolog, és utána hogy akarják ezt az egészet visszacsinálni. Szerintem zseniális húzás volt, és nagyon jó adaptációt is kapott. Tehát igen, valóban a Steins Gate-nek egyik legnagyobb tanulsága, hogy 5 darab unatkozó, 20 éves, 30 éves technológiával simán tudja azt hozni, amit a CERN teljes erőbedobással. Még 20 évesek sincsenek, ilyen 20 körüli okkabe, vagy 18-9? Már nem is emlékszem.
Hát. De majd, hogy még tudom, hogy már középsuli után még nincs talán ilyen. De van, ugye vannak azért komolyabbak is, mint például a Zipang, ami ugye egy talán egy kicsit komolyabb történetet. Azt sajnos nem láttuk. De igen, lényegében ezen a dián akartuk felsorolni minden mást, minden olyan animét hozni, hogy amiben csak úgy megjelennek az egyik is kifélnek, akár ilyen, hogy UFO az egyik karakter, vagy több karakter, mint például a Hinamatsuri. Igen, ami egész friss cím. Ott például mókás volt. Hát hogy jelentek meg az idegenek? Igen, ez baromi vicces volt az anime, mert én szakadtam rajta. Igen. Egyébként, hogyha visszatérünk, ugye alternatív dimenziókkel kapcsolatban, ugye felkerült a diára a Sony Boy, ami nem egy olyan régi cím, és igazából eléggé egyedi animének mondanám. Ugye itt diákok elkerülnek egy alternatív világba, ahol mindenki kap egy képességet, és ezt próbálják meg felfedezni, hogy ki milyen képességet kap, és akkor összedolgozva, hogy hogyan tudnának kijutni ebből a világból, meg hogy, de hogy hogyan tudnak túlélni ebből a világba. Egyébként itt a borítóképen is látszik, hogy azért ennek elég egyedi a rajzolásmódja. Ez egy ilyen rövid, 12 részes anime. Hát ajánlom, mert egyébként tök egyedi, tehát hogy nem tudnám másikhoz hasonlítani. Ha most vágyunk ilyen sci-fi elemekkel ötvözött címre, hát igen, ami nem bele annyira tucat, meg de akkor, hogy ha jól értem, ez valamennyire isekai, mert másik világba kerülnek, vagy hát, dimenzióba. Hát jó, de mondható, igen, másik, de nem mondanám azt, hogy tehát ugye ők maradnak, tehát az egész osztályát kerül egy másik alternatív világba. És azért, igen, tehát van benne egy mélység, meg gondolkozni, meg minden. Van egy hangulata. Van egyfajta. Akkor, hogyha valaki tényleg ilyen iszikájhoz hasonló címe, vagy ezen belül vágyik egy ilyen sci-fi címre, akkor bátran ajánlod nekik hasonló ilyen szempontból az Imaszokonyi Rubokú itt középen, a srác a kéménytetőn. Az egy nagyon nyomasztó, ami nagyon megy nyomasztó, egyébként. És egy régebbi cím. De az is egy olyan iszekály, ami érdekes volt, hogy átkerült ebbe a sivatagos világba a fiú, és az a vízfakasztó lányal, vagy és akinek az a medálja van, és egy ilyen gyerekkatonaságba csöppen bele. Hát, és azért is tragikus, mert gyerekek vannak benne. Igen, tehát, hogy emiatt még jobban nyomasztó. Sajnáltatják a nézővel a szerencsétlen szereplőket, és ott is egy ilyen egy diktatórikus figura. Hát igen, egy mondhatjuk, egy Hitler kopi az antagonista, a fő ellenség, aki ezeket a gyerekeket ott katonaságban tartja. Az összes animének, vagy nagyon sok animének az az alapillér, hogy gyerekkatonákat alkalmazunk, szóval, hogy ez semmi baj, hogy ezt most tiltja mindenfajta törvény, hogy gyerekkatonák, de láthatjuk, hogy a ninjáktól elkezdve mindenhol gyerekkatonákat vetünk be, mert of course egy 12 éves gyerek az sokkal precízebben tudja vezetni a több csilliárd dolláros harci járművet, mint egy felkészített. Hát igen, ezt beszéltük is, hogy miért, mert a közönsége az többnyire tini ezeknek, vagy ha nem tini, akkor olyan felnőtt, aki igazán tudja sajnálni ezeket a fiatalokat. Amit még hozzátennék ehhez, hogy ha már meha, meg ha már vezetés, meg ha már ilyesmi, most nem is látom itt fönt a dián, de van egy nagyon jó meha paródia, az Uchu Senkai Tiramisu, ami tipikusan parodizálja ki ezeket a mehákat. Na, ott a főszereplő nem tinédzser, hanem egy felnőtt srác, egy felnőtt férfi, és iszonyat nagy baromság maga a sorozat. De nagyon jó paródia. Megjelenik benne az összes ilyen híres, neves anime meha, amit akár én említettem, akár más címek, és nagyon jól megkapja mindegyik a magáét. És ide kapcsolódik ugye a virtuális valóság, amit a Bell-ben láthattunk, amit ugye adták a magyar mozik is. Nem tudom, hogy kinek hogy tetszett. Nekem egy darabig tetszett, de a vége szerintem az eléggé el lett tolva. Kicsit más befejezést vártam tőle. Hosodának a belé az jó volt? Úgy kérdezd meg, hogy tetszett valakinek. Tetszett? Akárhogy csúcsűrhetem a kérdést, itt senki. Nem. Egyáltalán ki az, aki látta Hosodától a Belt moziban itthon? Hogy akárhol. Ha nagyon kevesen azt is. Hát pedig azért nézzétek meg Hosoda a Mamoru filmjeit, mert nagyon jók Summer Wars, Okami Kodomo, Farkas gyerekek. De ezek a újabb címei tipikusan már kicsit ilyen
hanyatlásvonalban vannak sajnos. Pont ezt akartam mondani Hosodával kapcsolatban is, ugye, aki a Bell-t rendezte, hogy érdekes mondani, hogy most tavaly volt a Bell, előtte meg 2009-ben a Summer Wars, és ugye az is a virtuális valóságban van, és talán 99-2000 magasságában pedig egy Digimon mozifilm volt. Szóval, hogy Hosoda egy kb. 10 évente mindig visszatér a virtuális valóság ábrázolásához. Érdemes nézni, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy hogyan fejlődik, vagy fog fejlődni majd a közösségi média. És az ő virtuális világ az mindig egy nagyon színes, nagyon szagos, nagyon jó pofa, és ehhez képest mondjuk össze lehet vetni, hogy mondjuk a Ghost in the Shell-ben ott milyen depressziós maga a web felülete. Más érából is jöttek, megfejlődtek ki. Annyit hozzátennék még Hosoda a műveihez, vagy virtuális valóságához, hogy tetszik benne, ahogy reflektál a mostani közösségi médiára, a mostani dolgainkra. Tehát azért is annyira népszerűek sok körben ezek a címek, vagy maga ez az eleme, mert sok mindent felismerhetőek a mostani közösségi oldalak, meg a mostani kritika, társadalomkritika a net felhasználókra, vagy ezekre az SNS oldalak felhasználóira, hát magunkra, mi magunkra, hogy mi használjuk ezeket, és ahogy ott élünk a nem valós környezetünkben, hanem a online közösségi térben. Ez tök jó benne. És jó is volt a Bell úgy nagyjából a feléig, csak aztán túlhúzta, a végén pedig egy, hát kidolgozatlanul, túlságosan könnyedén vette azt. Igen, a témát, pedig a zenék is jók voltak, tehát az énekrész, meg minden, ott volt egy ilyen tetőpont, és aztán így, tehát, hogy nem sikerült meglovagolni azt a csúcsot, hanem szép ívesen lezárni, hanem így. Nem vette elég komolyan a lezárás, meg azt a témát, amit feldobott a végére, ugye a gyerekbántalmazás témáját. A Gintamáról jutott még itt eszembe, hogy ide akartam volna behozni a Dragon Ballt, amit előzetesen még István így föl említett, meg így ezeket a szuperhősös sorozatokat, mint például a One Punch Man, tehát amik hasonlóak, mint a nyugati címek, és úgy jelenik meg bennük az kifi, hogy csak egy közeg, vagy csak egy-egy szereplő jön az űrből, és például a Gintamába, vagy például még nagyon régi címben, a Igano Kabamaruba csinál valami iszonyat nagy baromságot, tehát egy ilyen gekk karakterként érkezik le a földre. Vagy van például a Onegai Teacher is, ahol, tehát vannak így egy ilyen földönkívüli szereplős címek, vagy még amiről nem beszéltünk, és nekem nagyon tetszett itt ez a Jewelsei, ami szintén nagyon jó példája annak, hogy mennyire jól működik a sci-fi az igazán erősebb fantazi elemekkel, tényleg inkább ezek soft sci-finek mondhatók, hogy a világról azt mondanád, hogy ez egy fantasy világ, ez egy fantasy anime, de aztán még az egész mögött mégis ott van egy tök jó ilyen science fiction háttér, ami keveredik valamilyen űrös sztorival, vagy egy jövőképpel, ami viszont megadja azt a hatást, meg impaktot, ami miatt ezek különösen a gyengéim, ezek a címek. Igen, valóban sok olyan cím van, ami bizonyos átfedést mutat a sci-finek bizonyos elemeivel. Van például ugye a sci-fantasy, szóval, hogy alapvetően egy fantasy világban vagyunk, de vannak tudományos megoldásoknak is tűnök, mint például Vindaria. Meg végül is valahol azt mondják, hogy a science fiction is a fantasynak néha egy ilyen társ vagy alműfaja, de ezeket össze-vissza mixelhetjük. Igazából az arány az, ami érdekes ilyenkor, hogy mekkora arány van ez egy-egy műben a kettőből. Igen, és az én személyes kedvencem ugye ez a Vindaria, ami egy nagyon jó, csak egy darab mozifilm, és nagyon tudom ajánlani, mert meglepő a vége, fogalmazzunk így. De hát vannak más rendezők is, akik szeretik ezt a természetközeli, kicsit fantazi világot összekeverni a valósággal. Mi az, akinek ugye ott van a Vándorló palotája, ahol a mágia és a tudomány csap össze, vagy ott van a Nausicaa, a szélharcosai, ami egy ilyen posztapokaliptikus világ, biopunk, hát igen, szóval mi az, aki a biopunkot is alkotott. Ott van a másik, a Laputa, ami egy repülőszigetről játszódik óriási robotokkal, elfelejtett technológiával, szóval itt mindenfajta képen meg lehet velük tenni egy próbát. Igen, és még ugye ott van a Caroline Tuesday, ami amikor felmerült a téma, és ugye, hogy milyen animéket ajánlanánk, akkor így meglepődtem, hogy ez itt van, miért? És hát igen, ugye ez egy kvázi jövőbeli világban játszódik, csak annyira a két főszereplőre koncentrál arra, hogy el is felejtetted közben, hogy a Marson
vannak igen, a körök, teljesen, a teljesen, a tehát, hogy itt annyira, igen, annyira azon van a hangsúly, hogy a két lány befusson, meg az ő kapcsolatok, meg minden, hogy egyszerűen annyira el tudsz vonatkoztatni attól, hogy ez egy ilyen nem valós világ, és ugye itt is főleg a zenén van a hangsúly, de műfaj szempontjából ez is ide tartozik egyébként. Mégis egy kolonizált bolygón élnek ugyebár a Marson. Nagyon jól működik, hogy... Igen, de itt ugye szerencsére nem jelenik meg a szenvedés, tehát hogy itt nem ezt az aspektust akarták bemutatni, igen, a társadalmi rétegeket, meg hogy mi, hanem ez teljesen csak a zenei karrierre koncentrál. És azt kritizálta. Igen. Lassan ugye végére értünk. Van-e még... Igen, kettő műfaj gondolat? Van, kettő nagyon tipikus japán műfaj. Egyik ugye ez a kaiju filmek, így mondom, hogy Godzilla, és hasonszörű társai, szóval akik szeretik, hogy nagy szörnyek pusztítják a világot, vagy a nagy szörny összefog az emberrel, akkor az a kaiju filmekben megtalálhatja a számításait. Illetve a japánoknak van egy külön bejáratott stílusuk, a tokusatsu, és ez így lehet, hogy furán hangzik, de azt mondom, hogy Power Rangers típusú hősök, szuperhősök. Szóval ez egy ilyen tipikusan, van benne ilyen sci-fi jellem is, meg azért az ilyen gyermekdedédesen mutatja meg, hogy megnyomok a karórámon valamit, és pikpak szuperruha van rajtam, és legyőzhetetlen harcot. Ezek reflektálnak ugye a nyugati képregényekre, vagy nyugati szuperhősökre így. Ja, hát természetesen, szóval itt persze a szuperhősök azok mindig más. Amit még elfelejtettünk, igen, megemlíteni, és eszembe jutott erről, hogy japán különlegesség, japán egyediség, és ha már sci-fi téma, hogy a nagyon-nagyon-nagyon régi meséjük, sztoriuk, például van a Kaguya Hime, aki lejön a Holdról, ha már science fiction. Csak viccelődtünk még a előadás előtt ezzel Istvánnal, hogy ez végül is egy nagyon-nagyon-nagyon kezdeteges sci-fi gyökérnek tekinthető ilyen szempontból. De ez teljesen beleépült, hiszen hogyha azt veszük, akkor a Sailor Moon is annak a történetnek egy ilyen leágazása, Holdról jön a kis őrszön, szóval úristen, sci-fit néztek a lány gyerekek a 90-es években, Sailor Moon-nal. Na jó, oké, ezt abba hagyom. Igen, nézzetek sok animét, nagyon kérlek szépen benneteket. Jó is ez záró gondolatnak. Igen. Valami búcsú bombon, hogy mit ajánlatok utolsóként? Nem tudom, esetleg valakinek bármi kérdése a témához? Még van 2 percünk. Nincs? Nincs. Akkor köszönjük szépen, köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok.